Köszöntöm a BKC televízió nézőit, Önök a heti krónikát látják Budakalász híreivel és eseményeivel. Lássuk elsőként főbb témáinkat röviden. Becsengettek. Elkezdődött a 2014-2015-ös tanév Budakalász iskoláiban is. Felújítás a Békesétányon. A játszótér rendbetétele után a közlekedés is javulni fog. Megindult az élet a faluházban. Origami kiállítás indította a szeptemberi programokat. Szeptember 1-én becsengettek a kalászi gyerekeknek is. A Kalász Suli és Zeneiskola a nyári szünet utolsó napján tartotta az évnyitót. 181 napot kell a gyerekeknek az iskolapadokban tölteniük a 2014-2015-ös tanév során. A Kalász Suli maximális létszámmal, azaz 476 tanulóval vágott neki a szorgos hónapoknak. A nyáron át kellett alakítani a könyvtárat, hogy minden kisgyereket el tudjanak helyezni. Az utolsó olyan helységet alakítottuk át a nyár folyamán, első osztályos tanteremmé, ami még akkora méretű, hogy ez megtehető volt vele. Ennek esett áldozatául a fizika szertár, amit kiborítottunk először a folyosó közepére, aztán a különböző tantermek szertáraiba és a rajzszertárral fogok közösködni, mint fizika tanár. Utána kiborítottuk a könyvtárat a folyosóra, átszereltük a polcokat a fizika szertárba, majd áthordtuk a könyveket a fizika szertárba. Volt fizika szertár mától a Kalász Suli könyvtára. Ez még mindig egy tekintélyes könyvtára 36 négyzetméterével, meg a közel 20 ezer kötetével. 16 ezer, 17 ezer kötet, és mintegy 3500 audiovizuális és egyéb hanganyag. Tehát ami könyvtári szempontból adathordozónak számít, túl van a 20 ezeren. Ehhez az átalakításhoz, átszervezéshez nagyon komoly segítséget is kaptunk. Az önkormányzat 1.100.000 forintot fordított arra, hogy a fizika szertár világítása olyan legyen, hogy ez alkalmas legyen könyvtári használatra, hogy a volt könyvtár világítása olyan legyen, hogy ez alkalmas legyen osztályteremnek, és egyáltalán a volt könyvtár terme az egy olyan felújítást kapjon, hogy ez valóban méltó legyen egy első osztályba lépő ifjú csapathoz. Ez volt az első szeretett csomag. Ebben nagyon sok külső segítséget kaptunk az önkormányzattól. Nagyon sok segítséget kapott az iskola idén nyáron a szülői munkaközösségtől és a lelkes anyukáktól és apukáktól is. A régi épületben és az udvaron is tapasztalható a változás. A gyerekek részéről, szülők részéről fölmerült egy olyan igény, sőt a saját közérzetünk érdekében is, hogy egy sokkal élhetőbb, szebb, kultúráltabb iskolát teremtsünk, ami gyerek közelébb. És az első hívószóra mondhatom azt, hogy özönlöttek a szülők erre a rendezvényre, akik fizikai munkájukkal, anyagi segítségükkel, buzdító szavakkal járultak hozzá, hogy az iskolánk belső épülete és az udvara is megújuljon. Én ezt az életem egy nagyon nagy kiváltságának tekintem, hogy részt vehettem ebben az egész munkában. Tulajdonképpen az egész nyarunk közösen ráment, de egyetlen percét sem sajnáljuk, mert úgy gondolom, hogy olyan eredmény volt, amit itt sikerült közös erővel elérni, hogy ez a következő években is meghatározó, és hát egy hatalmas hiánypótló, mert mondjuk meg őszinten, hogy nagyon lerobbant épületben dolgoztunk idáig. Azt tanulhattuk még így egymástól, hogy egy hívószóra nagyon-nagyon sokan tudnak csatlakozni, hogy egy csomóan csak erre vártak, hogy mivel tudnák segíteni a gyerekeik haladását, ezt a munkát. És hát ebben a történetben én egy nagyon jó munkatársat kaptam még, Emmer Edith személyében, aki a szülőket fogta össze, és azt kell mondanom, hogy így végül is kisebb-nagyobb hullámvölgyek által, de gyümölcsöző volt ez a munkásság, és azt látjuk, hogy most is örömmel fogadják a gyerekek és a szülők,
És azt is kell hozzátennem, hogy néha úgy éreztem, hogy egészen csoda dolgok történtek, tehát amire előző nap vágytunk, vagy gondoltunk, hogy ó, bár csak történne, de pénz nincsen hozzá, valahogy úgy alakultak az események, hogy egész hihetetlen módon mégis teljesült. Pont az, amit kinéztünk, vagy ahogy szerettünk, vagy olyan színű, vagy olyan árban, vagy azzal a személlyel futottunk össze, aki tudta segíteni ezt a munkát. Volt, aki kétkezi munkával, és olyan is, aki anyagi segítséggel is hozzájárult a felújításokhoz. A játszótérrel volt olyan probléma, hogy esett az eső, mivel agyagos föld van ugye alatta, ezért állandóan megállt a víz. Tehát mi ezt úgy oldottuk meg, hogy szegélykővel körbe raktuk, és feltöltöttük ilyen homokos földdel, és illetve sóderral azért, hogy ugye legyen mi a vizet átengedje, és ne a sárba, az iszabba tapicskoljanak a gyerekek. Illetve itt az iskola oldalán ugye a murvát szétterítettük, a csatornát ugye, hogy ne oda vezesse a vizet ide a játszó részre, ezért azt belevezettük ugye az iskola oldalán lefutó csatornába, illetve azokat a helyeket, ahol sokat mászkálnak, ugye azt még feltöltöttük sóderrel, ugye, és így jött létre az, ugye a játszótérnek a festését azt ugye a szülői munkaközösség, illetve a szülők csinálták, és én magamra vállaltam ennek az anyagi hátterét teljes mértékben a megfinanszírozása. Az időjárás sokszor közbeszólt az udvar rendezésénél. Délután, mire a segítők ezek a munka után ráértek volna, gyakran esett az eső, így közel 2 hét alatt készültek el a munkákkal. Összességében a szülők mintegy 1,5 millió forint értékű felújítást vittek véghez a nyáron. Pont egy éve keresett meg engem az iskolának az egyik tanára, hogy hát nézzük már meg ezt az épületet, hogy milyen állapotban van. És akkor az egész tavalyi évünk gyakorlatilag úgy telt, hogy szedtük össze fillérenként a pénzt, a gondolatot, az akaratot, hogy mit lehet ebből az egészből kihozni, hogy új burkolat kéne, hogy festeni kéne, hogy lambéria kéne, hogy ez kéne, hogy az kéne, hogy amaz kéne. És aztán márciusban, amikor összeültünk az önkormányzattal, akkor egy nagyon nagy lendületet vett a dolog, és a következő nagy lendület valamikor június végén, amikor úgy tűnt, hogy úristen, nem ér rá az a szülő, aki vezette volna a burkoló munkákat, kit szerezünk, hogy szerezünk, rábukkantam egy emberre, a sulinak egy volt tanulójára, aki ezt az egész burkoló munkát megcsinálta, és aztán rábukkantam egy olyan fantasztikus tanára, mint Nógrádi Anikó, és egymást erősítve tudtunk úgymond ötletekkel, energiával többeket bevonni ebbe az egész munkába, mert azért voltak hullámvölgyek. Természetesen így visszatekintve, mert az ember már csak azt látja, hogy mennyi ember volt ebben benne, milyen fantasztikusan vidáman telt ez az egész munkálatsor a nyár folyamán, de hát azért voltak zöggenők. Itt mintha valami fajta forradalomról beszélhetnénk itt a Kalászsuliban, mert pontosan ezt a fajta együttműködést, együttlevést hiányolták itt, mint szülők, mint tanárok, tehát ebben az évben, ebből a szempontból valami egészen fantasztikus dolog történt, mert egész onnantól kezdve, hogy az ebédeltetés, az ebéd minősége, és egyébként is az, hogy együtt tudjunk tevékenykedni, az valami egészen más minőségű, mint amilyen az elmúlt években volt, hiszen tényleg ez volt az első ilyen nagyon nagy szabású együtt dolgozás a szülőknek, tanároknak az iskoláért. Az iskola fenntartója a Klebelsberg intézmény fenntartó központ, de az önkormányzat továbbra is folyamatosan segíti az intézmények működését. 474 fővel Szent István telepen, illetve Völgyesúréknál Kalászsuliban vagyunk most, itt 476 fő a maximum létszám, ezzel fog indulni a holnap reggel 8 órakor a tanítás, és én köszönöm a nevelőknek, a tanároknak a munkáját, meg a segítőknek a műszaki személyzetét is, hogy lehetővé tették azt, hogy gond nélkül meginduljon a nevelési év, ugyanúgy a másik intézményben is. Ott sajnos 9 konténert kellett összehelyezni, ami 2
osztálytermet foglal magába, illetve a hozzá kapcsolódóan a szociális helységeket is. Ez úgy tűnik, hogy ez most egyelőre egy szükségmegoldás. A város vezetése úgy gondolja, hogy ez túl sokáig nem tartható, de most nem akarok előre szaladni, ez egyeztetéseket, megbeszéléseket kíván. A múlt héten kétszer is találkoztam, négy szem közt sikerült beszélgetnem, illetve megbeszélést folytatnom Hatházi Sándor országgyűlési képviselő úrral, és őnek is az a véleménye, hogy hosszabb távon, tehát de ez még későbbi egyeztetést kíván meg, megbeszéléseket, hogy itt egy új iskolára van szükség Budakalászon. A diákok számára most munkás hetek következnek, az őszi szünet október 27-én kezdődik majd. Elkezdődött a tanítás Budakalász másik intézményében is. A Szent István telepi általános iskolában elsőjén reggel 8 órakor indult a 2014-15-ös tanév. A Szent István telepi általános iskolában 474 kisdiáknak kezdődött meg szeptember 1-én az új tanév. Ez az évnyitó, ez rendhagyó volt, hiszen a záporok miatt most bekényszerültünk a tornaterembe, és nem csak, hogy én nem emlékszem arra, hogy az elmúlt 5 évben lett volna ilyen, de szülőkkel, akikkel beszélgettem, és 8 éve járnak ide gyermekeik, ők sem emlékeznek arra, hogy itt lett volna a tanévnyitó. És hát mivel igencsak sokan vagyunk az iskolában, ezért csak az első évfolyam és a műsortadó harmadik évfolyam gyerekei voltak itt velünk a tornateremben. A többiek az iskola rádión keresztül hallgatták a műsort, de természetesen itt voltak az elsősöknek a szüleik is, és így zajlott az évnyitó. 474-en vagyunk, és közülük 90 elsős kezdte meg most itt nálunk a tanulmányait. Már a tavalyi tanévben szerveztünk nekik programokat, hogy az óvodából az iskolába való átmenet az minél inkább zökkenőmentes legyen. Ugye ezek a gyerkőcök már másodjára, harmadjára van, aki negyedjére érkezett meg az iskolába, és a tanítónénikkel is volt, aki már ment kirándulni múlt héten, illetve hétvégén. Ők is már megkezdték az összeszokást, úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ennek köszönhető, hogy a legtöbb gyerkőc vidáman derűsen érkezett az iskolába. Legtöbbik az alsó tagozatra érkezett tanítónénik, akik a napközis csoportokban kaptak feladatot, hiszen most már az iskola 11 napközis csoporttal működik. Jönnek majd az őszi megyés játékok, lesz természetesen szülői bál is, ezekre is majd várjuk sok szeretettel a szülőket, gyerekeket. A vakációnak vége és a gyerekzsivaj, ami betölti az iskola folyosóit és az iskola udvarát, biztos jele annak, hogy elkezdődött az új tanév. Hogy telt a nyári szünet nektek? Mennyire vártátok az iskolát? Jó. Én eléggé. Jó volt. Mit csináltatok? Hát, strandoltunk, meg fürödtünk, meg utazgattunk, meg strandoltunk. És erre a mai napra azt nagyon vártátok, hogy becsöngessenek végre? Nem annyira, de azért egy kicsit. Mit vártok ettől a tanévtől? Hányadikosok lettetek most? Ötödikosok. És izgultatok, hogy most bekerültök a felső osztályosok közé? Nem. Eléggé. Hát én nem. Igen. Eléggé. És mit vártok ettől a tanévtől? Jót. Sok jót. Az új tantárgyak meg az hírnek. Ja. Milyen új tantárgyatok lesz tényleg? Történelem, talán hal és népismeret. Ja, info. De hát azoktól nem kell, nem féltek, nem izgultok. Csupa ötös bizonyítvány lesz majd mindenkinek, fél évkor és évvégén is. Igen. Reméljük. A tanév során a diákok október végén az őszi szünetben és decemberben a téli szünetben pihenhetik ki az iskolai első fél év fáradalmait. Szeptember 1-én a dolgozók és a legkisebbek birtokba vehették a város legújabb intézményét. Az első időszak a gyerekek beszoktatásáról szól. A 48 férőhelyes bölcsödét először 11 kisgyermek vehette birtokba. December végéig tart a beszoktatás, ami a gyermekek esetében általában 2 hétig szokott tartani. Elsőjén elkezdődött az élet a bölcsödébe, ma csütörtök van, a 4. nap. Eldicsekedhetem, hogy 11 lakója van a bölcsödének. Amint látszik, birtokba vették a gyerekek, jól érzik magukat, mindent megteszünk azért, hogy mindenki jól érezze magát. A bölcsőde összesen 48 férőhelyes, és sikerült az összes helyet föltölteni, úgyhogy az utolsó beszoktatások december végén, január elején zajlanak le. Tehát azért ez a beszoktatási idő elég
hosszadalmas. Nekem az a tapasztalatom, hogy először anyának kell beszokni. Nekik sokkal nehezebb, mint a gyerekeknek, hisz ez az első intézmény, ahova bekerül a gyerek. Ez az első elválás a szülőtől, tehát a szülőknek, és különösképpen az anyának ilyenkor nagyon nehéz. Ezért nagyon sokat segít a szülőknek, a gyereknek, meg nekünk kisgyermeknevelőknek is a kéthetes beszoktatás, ami azt jelenti, hogy fokozatosan szoknak a gyerekek, egyre hosszabb időt töltenek a bölcsödébe, és fokozatosan választjuk le az anyától. Tehát reméljük, hogy ez sokat segít az adaptációba, és nem viseli meg annyira a gyerekeket. Nagyon sok kisgyerek, aki a Budai úti bölcsödébe járt, az most szeptember 1-én itt kezdett a telepi óvodába, úgyhogy most itt ismerősként üdvözöljük egymást. Mindenki nagyon örül, az óvodás gyerekek, ők jobban, mint a bölcsisek, hisz ők még most szoknak, és még igazán magukkal vannak elfoglalva, és az ő bánatukkal, de a szomszéd gyerekek szerintem meg ez a sok gyermek zsivaj, gyermek nevetés, ez nekünk is segít a beszoktatásban. Az új intézménnyel 12 munkahelyet teremtett a város. Nem csak a gyermekek csöppentek új környezetben, de a dolgozóknak is meg kellett ismerkedni az új hellyel. Mindenki nagyon jól érzi magát itt az új bölcsödében. Az előző hét, ugye az átadás előtti hetekben azért itt dolgozott mindenki, sürgött, forgott, ahhoz, hogy gyönyörű, szép intézményt tudjunk átadni pénteken. Azóta a dolgozók még jobban próbálják szépíteni a csoportszobáikat, a technikai dolgozók is, mindenki megtalálta a saját feladatát, és hát a szülők, a gyerekek mindannyian nagy örömmel fogadták, és mindenkinek minden nagyon tetszik. Most még kevesen vannak a gyerekek, de azért egy-kettő csemete ugye azért nehezebben válik el az anyukájától, apukájától, úgyhogy azért már előfordulnak sírások reggelente az elválásnál. És hát folyamatos beszoktatással dolgozunk, úgyhogy jövő hét utáni héttől már gyakorlatilag újabb két-két csemete érkezik a csoportszobákba, azáltal a létszám is nő, és majd akkor lesz, aki könnyebben lesz, aki kevésbé könnyen fog beszokni. Nagyon sok családban, akik megtehetik azt, hogy tovább maradjanak otthon a gyermekükkel, ugye sokkal erősebb a kötődés, és sokkal erősebb a kapcsolat is. Ugye vannak olyan szülők, akik egy éves koruk után már kénytelenek közösségbe adni a csemetéjüket. Ráadásul ugye akik, teszem azt, még szoptatós kisbabák, ugye ők náluk még erősebb ez a fajta szál, és még nehezebben tudnak elvárni a szülőktől. Itt mi azért vagyunk, hogy egy kicsit próbáljuk megkönnyíteni a szülőknek a helyzetét. Ugye az első időszakban folyamatosan figyeljük a szülőknek a viselkedését, és hát próbálunk kicsit közelebb kerülni a csemetéhez, hogy minél könnyebben, hát akár a játékokkal, kedvességgel, vidámsággal, énekkel, zenével próbáljuk őket ide csalogatni. Kéthetes beszoktatásunk van. A nagy szakma ugye ezt írja elő, de van, ahol ugye 3 hét, 4 hét, mert hogy azért vagyunk mi is, hogy megkönnyítsük, de ugye azt sem szeretnénk, hogyha mély vízbe dobnánk a gyerekeket, úgyhogy elviekben 2 hét, de azért ez eltart, 1 hónap is bizony. Az épülettel a szülők is nagyon elégedettek. Hétfő óta járunk az Ádám fiammal, és nagyon tetszik nekünk a bölcsöde. Sokkal nagyobb, tágasabb, fényesebb, mint az előző épület. Nekem a nagyfiam oda járt a másik óvodába, a bölcsödébe, a Budai útra. Hát sokkal nagyobb, tehát teljesen más maga az épület. És Ádám is jól érzi magát, úgy tűnik. Mi az, ami téged megfogott ebben az új épületben? Mi az, ami annyira elvarázsolt? Sokkal nagyobbak a csoportszobák, sokkal több helyük van a gyerekeknek, bár még nincsenek olyan sokan, de szerintem olyan kétszeres egy csoportszoba a másik épületben lévőnek. Nekem nagyon tetszik itt a folyosón ez a két rész, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Nagyon szépek a fürdőszobák, és nagyon sok új játék van, Ádámnak mindegyik tetszik. Nagyon szépen megcsinálták, van benne ötlet, kreativitás. Szerintem nem egy szokványos épület. A beszoktatás a következő hónapokban folyamatos lesz a bölcsödében.
A tavalyi évi pénzmaradványból finanszírozza a város a napokban kezdődött felújítási munkálatokat a Békesétányon. A játszótér után ezúttal az út újulhat meg. Folytatódnak a városban az útfelújítások, járdaépítések. A Békesétány 600 méter hosszú szakasza kap a napokban új burkolatot és vízelvezető árkot. Útépítés címén az történt itt, hogy mindig egy kicsi ilyen-olyan anyag éppen, ami volt kéznél rá lett hordva itt az útfelületre, próbálták itt a kátyúkat, a gödröket ki simítani és színbe hozni. Ennek az lett az eredmény, hogy az útfelület magasabbra került, mint a környező zöld felület, illetve a járdák és az autóbehajtók. Ennek az lett a következménye, hogy amikor esőzés van, akkor a helyett, hogy elvezetni az út a vizet a zöld felületre, inkább a telkek felé hozta a vizet. Meg hát látszott az is már hosszú idő óta, hogy ez az anyag, ami rajta van, ez nem az igazi abból a szempontból, hogy nem kellő ilyen szilárd, és fölázik, fölpuhul, amikor víz van, tehát egy ilyen sáros massza lett nagy tócsákkal, amikor eső volt. Ezt igyekeztünk kiküszöbölni azzal, hogy út tervező mérnökkel beszélve, vagy egyeztetve meghatároztunk egy olyan műszaki megoldást, amely azt tartalmazza, hogy itt egy úttükör kerül kiszedésre, egy ilyen 10-15 cm mély, hol mennyi le, van a másik oldalon, ahol még több is volt ahhoz ki, attól függ mindenhol, hogy mennyi az hosszú évek alatt ráhordott anyag, ki lett szedve, úgy olyan lejtésbe, hogy ez az út a járdaszinthez képest egy vonalba vagy lejjebb legyen, és mindenhol az útnak a lejtése az a zöld felület felé lett kialakítva, illetve azokon a helyeken, ahol volt lehetőség rá víz csapadék vízszikasztó árkokat alakítottunk ki. És akkor erre az egész ledöngölt útalapra kerül majd rá egy Bogdányi kőnek nevezett bazalt zúzalék, ugyanaz az anyag igazából, mint amiből a vasúti töltések is készülnek, meg most már darált beton és egyebek helyett ezt használják majdnem mindenhol útalapnak, mert fagyálló és nagyon jól tömöríthető, és hogyha be van tömörítve megfelelően, akkor közel hasonló szilárdsága van, mint a betonnak, illetve az aszfaltnak. Tehát ez a Bogdányi kő kerül rá fedőrétekként, és ez is bedöngölésre kerül olyan lejtésbe, hogy ez tényleg a vizet a zöld felületre, illetve a vízelvezető árkokba vezesse, és ne alakulhassanak olyan tócsák az út közepén, illetve a járdákon, meg a kapu bejárókon, hogy ellehetetlenítse, hogy nagyon megnehezítse itt a közlekedést. Ez körülbelül összesen egy olyan 600 métert tesz ki, ugye, mert a Békesétánynak ezen a rész, tehát a Májva utca felül részén egy oldalon van csak út, viszont a Kovács Lajos utca felül mind a két oldalon van autók által kitaposott nyom, és teljes hosszában ez azért eléri, mondom, ezt a 600 métert, ami teljes hosszban fel lesz újítva. A Békesétány Kovács Lajos utca felüli része már elkészült. Ha az időjárás kegyes lesz, a munkák másfél héten belül be is fejeződnek. Nagyon takarékoskodtunk az előző évben, és emiatt elég szépen maradt pénzünk, amikből most jó néhány nagyon-nagyon régi fájópontot tudunk egy kicsit gyógyítani. Ilyen a Békesétány is. Itt ugye gyakorlatilag az útnak semmiféle alapja nem volt, itt ez egy földút volt, amire időnként hordtunk rá murvát, ami hát csak tetőzte a bajt, nem pedig enyhítette. Tehát most ez itt normálisan, rendesen meg lesz csinálva az út, sőt, ugye nem csak kiszedik, egy 15 centis rendes alapot csinálnak az útnak, ami arra, hogy személygépjárművel behajtsanak, vagy ha valaki, ne adj Isten, beteg, rosszul van, mentőbe tudjon jönni, arra megfelelő. A kukásautót meg a másik utcákba szeretnénk kitenni. Itt mindenkinek van kijárata a Virág utcákra, ahonnan ugye a kukát el tudják vinni. Tehát nincs szükség arra, hogy itt egy 40 tonnás autó közlekedjen, viszont akinek ugye ezen az oldalon van a garázsa, vagy személybejárata, az meg tudja azért az otthonát közelíteni. Ez nagyjából sikerül is, a játszótér mellett van néhány ház, ahol ugye problémás, mert ott ugye nincs a lakók előtt út, de igyekszünk megoldani úgy, hogy hát mindenki számára elfogadható legyen. Ez körülbelül 3-3,5 millió forintba bele fog kerülni előreláthatóan. A költségvetésünk erre fedezetet nyújt, hiszen itt ezt az állatlan állapotokat meg kellett már oldani. Most, hogy többet jártunk ki, azt is látjuk, hogy nagyon sok helyen vannak elhanyagolt fák, bokrok, amelyek már annyira elterebélyesedtek, hogy
Hát bizony, este sötétben akár veszélyt is jelenthetnek az itt lakók számára. Azt is szeretnék rendbe tenni még az idén, hogy tényleg, ha ősszel, ha már hamarabb sötétedik, valaki arra sétál, ne kelljen félelemmel átkelni a sétány egyik oldaláról a másikra, addigra az út már jó lesz. Az útfelújítások az óvárosi részen is folytatódnak. Elkezdődik a Széliskert, majd a Zöldfa utca kivitelezése is. Közleményt tett közzé a polgármesteri hivatal Budakalász komplex környezet- és természetvédelmi rendeletével kapcsolatban. Az átdolgozott dokumentumok megtekinthetők Budakalász honlapján, illetve nyomtatott formában a budakalászi polgármesteri hivatal belső hirdetőtábláján. A végleges rendelet kidolgozását nagymértékben segíteni az önök véleménye, javaslata, írják a város honlapján. Ezért kérik, hogy 2014. szeptember 15-éig juttassák el észrevételeiket a polgármesteri hivatal címére. Tizedik születésnapját ünnepelte a budakalászi nőtagozat a hétvégén. Ebből az alkalomból tartottak összejövetelt a Pomázi úton. Az elmúlt egy évtizedben számos jótékonysági rendezvényt tudhat maga mögött a nőtagozat. Szerveztek már ruhacsereberét, idősek karácsonyát és főzős összejöveteleket is. Egy ilyen női idős, mert általában idős emberek vannak, és hát azért az idősek csak el szoktak fáradni, de köszönettel nekik, hogy nem fáradékonyok és nem fáradtak el. Sokat mentünk kirándulni, színházni, csináltunk sok-sok tejadél, tehát az időseknek, akkor időseknek karácsonyt, amivel egy nagy csomaggal ajándékoztunk meg őket, nőnapi köszöntés volt a kórházban, zenés műsorosunk, tejadél utánnal egybekötve, volt nőnap, volt egészségügyi előadások, sokat dolgoztunk. Hamarosan vezetőváltás lesz a nőtagozat élén, Vlacskó Mihályné veszi majd át a feladatokat. Igyekszem tovább csinálni, hát olyan jól nem hiszem, de sose lehet tudni, hogy mi jön ki belőlem. Ugyanúgy megyünk kirándulni színházba, karácsony, névnapozás, tehát ruhabőrzét tartunk, tehát sok-sok mindent fogunk csinálni jövőre is. A nőtagozata a Pomázi úti vendéglőben tartotta a születésnapját. Itt finom falatok és egy pohár ital mellett emlékezhettek vissza az elmúlt esztendőkre. A 25 éves magyar origami kör szeptemberi vándorkiállításának a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár ad otthont. A kiállítás szeptember 2-án nyílt, és a hónap végéig látogatható a faluházban. Az origami a papírhajtogatás japán megfelelője. Négyzet alakú papírból kiindulva készíthetünk állatokat, tárgyakat, díszeket, geometriai formákat. Az origami fejleszti a kézügyességet, összehangolja a szem és a kéz munkáját, így hat a bal és a jobb agyféltek működésére, segíti a tájékozódást. Tavaly évben volt 25 éves a Magyar Origami Kör, és ez volt az aktualitása annak, hogy elindítsunk egy olyan kiállítást, ami bemutatja a magyar origámisok mostani ügyességét, a művészi tehetségét. Ez már nem az az origami kiállítás, amit a gyerekekkel meghajtolgatunk. Itt egy-egy figura már szoborszerű, úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg egy igazi művészi kiállítás. Több kiállítást komponáltunk össze, megtekinthető egy haiku kiállítás, ahol japán versekre írtak, vagy hajtogattak meg a gondolataikat az origámisok. Megtekinthető egy régebbi ruhákat készítettek el origámiból, és ezek a három ruha megtekinthető itt, illetve japán babák, és emellett az országos vándorkiállítás, amit hordunk körbe az országba. Egy újabb technika van kialakulóban, a tesszaláció, ahol egy papírból alakítanak ki egy olyan figura rendszert, egy visszatérő, ismétlődő motivumokat. Ami legjobban tetszik a gyerekeknek, az a dinoszaurusz, ami 16 000 papírfilterből készült el, és az egyik origámisunk készítette el, 6 éven keresztül készült. A hagyomány szerint egy buddhista szerzetes vitte a hajtogatás titkát Japánba a 6. század folyamán. Az első feljegyzések az 1600-as évek végéről származnak. Első magyar origami leírás 1935-ben jelent meg a Sitz című könyvben. Azonban az első magyar origami könyv csak 30 év elteltével került kiadásra.
Az origámisok körében azt gondolom, hogy kétfajta origámis van, aki kitalálja a figurákat, és az, aki tanítja, terjeszti. Én inkább ezek közé tartozom. Nagyon sok kiállítást szerveztünk már, és ezt a kiállítást is hordjuk körbe az országba. Már nagyon sok helyen volt, és még sok helyre megy. Azt gondolom, hogy van, aki elmélyed benne, és akkor nagyon mélyre jut el, bonyolult figurákat is meghajtogat. Van, aki csak meg felszínesen, csak az egyszerű figurákat. Gyerekek körébe terjesztjük általában, gyerekeknek tanítjuk, és a gyerekek nagyon fogékonyak erre. Sokan vagyunk már Magyarországon, azt gondolom, akik origámizunk, és mindenkinek megvan a saját városában, a saját területén, akikkel együtt hajtogat, akiknek ott terjeszti. Mi ennek az apropóján, ennek a kiállításnak az apropóján járjuk az országot. És a kiállítás mellett ma például itt 160 gyerek volt, akiket megismertettünk egy-egy figurával, akinek talán kedve van ezután megkeresni a könyvtárba az origámi könyveket, vagy a tanítónénivel együtt leülni és hajtogatni. A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg a Faluházban. Szeptember 13-án már 6. alkalommal szerveznek városnapot Budakalászon. A programok a Kóskároly Művelődési Ház udvarán lesznek. Szeptember 12-én pénteken a Városnaphoz kapcsolódva a Schwab-háznál is várják a budakalásziakat. A tájház ekkor ünnepli 10 éves születésnapját. Délelőtt a gyerekeket várják izgalmas programokkal, délután pedig a felnőttek is megismerhetik a ház történetét és a svábok hagyományait is. Fellép majd a Lustiga Schwaben énekkar és Batyus Bál is lesz. Szeptember 13-án pedig a Faluházhoz várnak mindenkit. A tavalyi évhez képest bővülünk térben és programokban egyaránt. A művelődési háznak a nagy parkolójában egy kincses szigetet rendezünk be a gyerekeknek. Itt lesz négyféle óriásjáték, falmászás, kisvasút, lesz egy nagyon különleges helikopterszimulátor. A többi program az hátul zajlik, majd a hátsó részben lesz egy kézművesek és civilek utcája. Hát itt legalább 50-60 féle vásáros, illetve civil egyesület fog bemutatkozni, ami sportegyesülettől kezdve a világi egyházi szervezeteken át nagyon színes program, ezek budakalásziak. Emellett a fejedelmi pékek rendjével lesz közös sütésfőzés a kemencénél, a Budakalászon nálunk az ifjúsági klubban működő zöld kör alapítvány vezetésével ökojátékok lesznek, és ugye a színpadi programok zajlanak egészen reggel 10 órától éjjel fél 11-ig a záró tűzijátékig. A színpadi programok úgy alakítottuk ki, hogy délelőtt inkább a családok, gyerekek, és akkor utána megyünk a fajsúlyosabb programok felé. Itt lesz bábszínházi előadás, zenés gyermekműsor, különböző táncbemutatók, és ami nagyon fontos, élő koncertek, tehát csak élő koncertek lesznek, ez is többféle stílus, lesz egy Queen zenekar, lesz egy olyan zenekar, aki világslágereket játszik, és este pedig egy bombon nagy, másfél órás szuperkoncert, és a végén egy zenés tűzijátékkal zárjuk majd az eseményeket. Természetesen folyamatosan üzemelni fog a vendéglátás, tehát lesz pálinkaház, lángos, palacsinta, kürtös kalács, úgyhogy nagyon-nagyon színes lesz a program. Reggel 10 órakor veszik kezdetüket a programok, elsőként a kampkapelle ébreszti majd a vendégeket. A család apraját és nagyját is várják. Ez egy nagy, hosszú családi nap, ha így fogalmazhatjuk, és ugye ilyenkor igaz, hogy budakalászi városnap, de azért azt megfigyeltük, hogy kistérségből is nagyon sokan jönnek, de azért szeretnénk hangsúlyozni így az identitásunkat, tehát azért is van a városnapon belül nagyon sok budakalászi civil egyesület, aki fizikailag is jelen van, közreműködik programokat hoz, hogy aki esetleg nem budakalászi, az lássa, hogy mennyi minden történik a városban, illetve aki budakalászi, de talán kevésbé ismeri, vagy nem olyan régóta budakalászi, az látja, hogy van a BSC-nek egy sakszakosztálya, akikkel lesz egy sakszimultán, van egy nagyon jól működő református egyház, katolikus, evangélikus egyház, tehát nagyon sokféle lehetőséget, meg színt szeretnénk bemutatni. A belépés mindenki számára ingyenes, a koncertek és programok pontos időpontjait megnézhetik a koskarolymh.hu internetes oldalon is. Érdemes egy kis erőt tartalékolni szeptember 14-ére is.
A Városnap másnapján rendezik meg ugyanis a második pilisi kóstolót. Tavaly nagy sikere volt a pilisi kóstolónak, amely egy kis szójátékkal őrzi a művelődési ház nevét is. A gasztronómiai összejövetel idén is érdekességeket kínál. A programok meglehetősen színesek. Talán a fókuszban a különböző baráti társaságok, civil szervezetek képviselőinek és munkahelyi kollektíváknak a főzése áll. Ez nem egy főzőverseny, tehát ezt hangsúlyozok, nem egy főzőverseny. Azt szeretnénk, hogyha a kistérség gasztronómiai kínálataból megjelenne minél többféle. Ez az egyik fő része a programnak. A másik fő része az, hogy a kistérség kulturális, elsősorban hagyományos népi kultúrájának a ból adjunk ízelítőt, és emellett számos kísérőprogram lesz, amelyik egész nap a közönség szórakoztatására, kikapcsolódására, épülésére szolgál. A rendezvényre bárkit várunk természetesen, a belépés díjtalan, így minden korosztály, tehát igazából mindenkit meg fogunk tudni szólítani, mindenki megtalálja maga számára finom ételt, érdekes színpadi produkciót, vagy pedig valamilyen kézműves foglalkozást, vagy más. Tehát, hogy mondjak példát, lesz kutyafajta, magyar kutyafajta bemutató, közel 40 kutyát várunk, mind a 9 kutyafajta képviseltetve lesz, de lesznek olyan kézműves foglalkozások, közel 8 féle, mit mondjak még, közösségi festés, dunai kavics festés, kistermelők vására. Szóval úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja maga számára érdekes és finom programot. Érkezik majd idén egy galambász hölgy is a madaraival, délután pedig a cimbali bent szórakoztatja majd az érdeklődőket. Mivel ez egy jambori, és ahogy mondtam, a gasztronómiai és a kulturális, a hagyományozó csoportoknak a fellépése alkotja a program gerincét, azt gondolom, hogy ez minden évben, ha megrendezzük ezután is, ugyanez lesz. Legfeljebb az ételek változnak, meg a csapatok, akik eljönnek. Bár én azt gondolom, hogy aki egyszer ebbe belekóstolt és jól érezte magát, újra eljön. Kapunyítás vasárnap reggel 10 órakor lesz, és egészen este 10 óráig várják majd az érdeklődőket. A napot a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat Schwab Tracspartija zárja majd, ahol a Kampkapelle húzza a talpalávalót. Kedves nézőink, a folytatásban jön a fogadóóra, melynek vendége a héten Lakatos Zoltán, a Budakalászi Sportklub elnöke volt. A köztérben pedig a pilisi kóstoló programjairól beszélgettünk a Kóst Károly Művelődési Ház igazgatójával és közművelődési munkatársával. Adásunk második felében megnézhetik a két iskola tanévnyitó ünnepélyét, majd tánc és zene is várja önöket. Telefonszámunk 303-287, e-mail címünk pedig info@vkctv.hu. Friss adással szeptember 12-én várjuk majd önöket, addig is látogassanak el a vkctv.hu oldalra, ahol korábbi adásainkat is megtalálják és friss híreket is olvashatnak. Műsorainkat és híreinket nyomon követhetik a televízió Facebook oldalán is. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!